Mindannyian sok pénzt akarunk, így kötelező mindannyiunknak január 1-én lencsét ennünk. Nézzük meg, hogy lehet ezt a lencsefőzeléket elkészíteni diétásan, úgyhogy tudjuk azt a lencséről, hogy ez egy rendkívül olcsó alapanyag, ráadásul magas a rost tartalma, a fehérje tartalma, úgyhogy igazából belefér a diétánkba, és lassú felszívódású szénhidrátokat is tartalmaz, úgyhogy ezt a lencsefőzeléket el lehet úgy készíteni, hogy ebből induljon az év. Nézzük meg a nagyival, hogy lehet ezt elkészíteni. Aki gyakran készít lencsét, talán tudja, hogy azért ezt ki kell válogatni, tele van fűmaggal, gazzal, kosszal, úgyhogy azzal indul a főzés, hogy kiválogatjuk ebből a szemetet. Oké, tehát fél kilogrammnyi lencse van a képen, amint látod, édesanyám még egyszer megmossa, és csak mosás után kerül bele a vízbe, ez körülbelül másfél liter víz, és ebben kezdjük meg a főzést a lencsének, de majd fogjuk pótolni a vizet. Ehhez a főzővízhez nem teszünk semmi más, csak sót, és addig főzögetjük ezt a lencsét, amíg elkezd megpuhulni, és ha úgy látjuk, akkor még lehet utána hozzárakni vizet. Fél óra alatt körülbelül megfő a lencse, addig a cicáink várnak nyugodtan. Ha már forra víz, akkor a fokhagyma felét a három gerecből hozzátesszük a lencséhez, a végén tudjuk meg, hogy kell-e még bele fokhagyma, vagy nem. Most jön a varázslat, mert a rántás helyett rizslisztes, vízes elegyet teszünk a lencséhez, amivel be tudjuk sűríteni azt. Korábbi videóban is talán már láttátok, gyakran használjuk ezt a módszert, tehát egy deci víz, három kanál rizsliszt, és ezzel fogjuk besűríteni a lencsefőzelékünket. Tehát ezt a rizslisztes, vízes elegyet tesszük hozzá a lencsefőzelékünkhöz, ha már megpuhult a lencse, és ezzel alaposan besűrítjük, és lényegében már csak a fűszerezés van hátra. Megfőtt a lencsénk, édesítőszerrel édesítjük egy kicsit, a savanyúságot citrommal fogjuk beállítani, mindjárt egy kis citrom kerül bele, ha nincs otthon citrom, ecet is megteszi, talán avval is jó lesz. Utánsózzuk, ha szükség van rá, tehát ilyenkor már kóstoljuk, hogy megfelelő lett, és kész vagyunk. Küldd el mindenkinek azt a videót, aki nem tudja, hogy mit tegyen diétakor, ez ilyen egyszerű.